Minden megváltozott. Minden megváltozott, és meg is fog változni. A tudomány nagy lett, tovább fog fejlődni. Nem hittük volna el, ha rég mondták volna, amik most történnek az atomkorszakba, hogy beszédet és képet közvetíthessenek a Föld minden részén lakó embereknek, nem is csak a Földről, még a légűrből is, sőt, fényképet küldött, műszer a Holdról is. Hiába nem hittük, mégis minden meglett, s a jövőben is meg lesz, amit most nem hisznek. Azt, hogy hamar eljön az Isten országa, mint a tőr, úgy lett meg Krisztus királysága. Bámulom a tudás rohamos lépteit, holdon nautózást, s bolygók fényképeit, s a szívát ültetést, mivel azt akarják, hogy ember életét tovább hosszabbítsák, s ezzel ellentétben az atombombákat, mivel gyorsan ölnek sok száz milliókat. Bámulom, csodálom a televíziót, ezzel látta János még akkor a jövőt. Vetítést már akkor színes képben látta, nálunk színezve, csak most lett feltalálva. Ott angyal vetített Jézus parancsára, itt meg a tudósok a fenevad számára. Patmos szigetén János látott mindent, úgy tudta leírni a jövőt s a jelent. Ha jól megfigyeljük a televízióban, rögtön felismerjük, ahogy meg lett írva. Két szarvú fenevad oly hatalmat kapott, hogy a 10 szarvúnak képet csináltatott, s lelket adott belé, hogy mozogjon és szóljon, s a Föld minden népe ezen csodálkozzon. Amit most látunk itt, ez még csak kicsi kezdet, mert még minden vallást ő nem egyesített, mert még mindenkire nem tett ő bélyeget, mert sok van még olyan, kikre nem lehetett. Még számát, s pecsétjét nem mindenki hordja, csak később teszi rá, kicsikre, nagyokra. A fenevad haragszik, ha őt felismerik, és üldöz mindenkit, kik Istent szeretik. Minden bölcs embernek van sok követője, s akarja Jézusnak, ne legyen még egy se. Azt súgja, nincs Isten, magától lett minden. Ne higgyél Istenben, legyél csak hitetlen. Minden megváltozott, és minden megváltozik, s a mai kor szellem diadalmaskodik. Legyőzi a hitet, le a szeretetet, ad helyébe tudást, s vele gyűlöletet. Bámulom az ember sok felfedezését, s azt, hogy nem fedezte még fel teremtőjét. Az abszolút Istent, a legnagyobb művészt, őt a nagy fizikust, biológust, vegyészt. Ő a bölcs teremtő, s remek műve minden. Ha nem lenne Isten, nem lennénk még mi sem. Mondhat bárki bármit, vagy akármit higgyen, magától semmi nem lett, s nem lesz sohasem. Nem értem, el sem képzelhetem, hogy magától lett a nagyvilág egyetem, s majomból lett embert, ki csinál bombákat, szívát ültetést és vezet űrhajókat. Ezen gondolkodtam, de sehogy sem értem. Most majomból miért nem lesz még egy ember sem? Ha igazuk lenne a darvinistáknak,
inkább maradt volna az ember majomnak. Dániel próféta négy állatot látott. A negyedik állat mindent letaposott. Erősebb s okosabb volt a más háromnál, mint a mai tudás nagyobb a múlténál. Az atom tudósok, rakéták gyártói, levegő szennyezők s erdők kiírtói, vizek szennyezői is emberek írtói, a negyedik állat jövendőlt részei. Minden megváltozott, és minden megváltozik. Hittestvérek egymást rég nagyon szerették. Rég kicsi házakban, nagy Istenben bíztak. Most nagy új házakban Isten nélkül laknak. Pedig Isten nélkül hiába új minden, ha Isten nincs velük, s nem hisznek Istenben. Az új ég s új földre csak új ember léphet, ki újra született, kit szent szellem vezet. Nem az a boldogság, ha van nagy ház, sok pénz s autó. Isten kell, hogy velünk lakjon, mint társlakó. Bármilyen a hited, magad el ne higgyed, vigyázz, ne érjen majd rossz csalódás téged. Hogy Jézus mondja azt, sajnálkozva neked, távozz, te balga szűz, nem ismerlek téged. Meglepetés lenne, hogy hívő létedre, Jézus a megváltód téged ne ismerne. De ha ismerni fog, megkaptál te mindent, Jézus a tied lett, s vele lesz életed.